Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi van vele? Mi újság van nála? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyi jóslás Amíria részére. Ha gondoljátok, ti is kérhetitek a jóslást, mi van vele, ez lehet a szerelmi kapcsolat terén, vagy a családi kapcsolatoknál, vagy barátságnál. Tehát, ha tudni akarjátok, hogy mi van vele, akkor megnézhetjük így a kártyán keresztül. Amennyiben szeretnétek ezt a jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve pedig 8500 forint. Kedves Amíria, te tudni szeretnéd, hogy mi van vele, mik a tervei, mit várhatsz tőle. A probléma az, hogy ő pénzt kért tőled. És ehhez jóslás nélkül is annyit tudok mondani, ne adj neki pénzt. Ha jobban megismered, vagy együtt vagytok, akkor segíthetsz neki, de most így távolból nem. De most megnézzük, hogy mi van nála, mi van vele, hogy él, hogy gondolkozik, mik a tervei. Ezen a jósláson itt középen van egy kör. Azt a belsőt mutatja, az ő gondolatait és az ő érzelmeit. Ez az ő kisugárzása, mert ez belülről jön. És ennek is van egy fontossága, mert amit mi kisugárzunk, pontosan az tükröződik vissza az életünkben. Ami az ő érzelmeit illeti, azt mutatják itt a könyvek. Természetesen jelenti ez a kártya azt, hogy ez a férfi intelligens, van tudása, de jelenti azt is, hogy ő nagyon zárkózott, és vannak titkai. Most megtekintjük az ő gondolatait és terveit. Ezt mutatja ez a kártya. Egy életút előtt áll, változások előtt áll, és valamit szeretne javítani az életében, szeretné, ha itt minden kivirágozna. De ő nem beszél a terveiről, mert zárkózott. De ő biztos abban, hogy köztetek lesz valami. Itt nyílik ez az ajtó. És ő észrevette a te nyitottságodat. És ő bízik abban, hogy ez a kapu mindig nyitott lesz számára. Tehát ő bármikor közeledhet hozzád. És pontosan ezek az ő álmai és reményei veled kapcsolatban. Azon kívül szeretne téged meglátogatni, vagy szeretné, ha te utaznál hozzá. A tervei azok, hogy ti együtt éljetek. Ezt mutatja ez a ház, a családi szeretetet, vagy egy közös otthon. És pontosan ezt szeretné felépíteni. Ami az anyagi dolgokat illeti, ez a férfi ezen a téren hamis. Az is lehet, hogy őt sokan becsapták, és ez a hamisság, hazugságok, ez, amit ő már átélt, és megpróbál téged próbára tenni, hogy te az anyagiak miatt vonzol hozzá, vagy ki akarod-e őt használni. Ennek ellenére légy óvatos, ha pénzről van szó, mert ez a kártya mutathatja az ő hamisságát is.
ettől eltekintve ti lehettek boldogok, mert ezek a csillagok mutatják a szerencsét. Lesznek itt újdonságok köztetek, már a tavasz vagy nyár elején, mert ezek a gyerekek szimbolizálnak újdonságokat, vagy egy új kezdetet. És pontosan ez, amiről ő álmodozik. Ő szeretne ezen az úton járni, de a jelen pillanatban vannak neki problémái. Egy nagy hegy mutatja ezt. Nagyon nagy problémája van. És én azt gondolom, hogy ez abból adódik, hogy az anyagi helyzete nem olyan, mint ahogy ő erről beszámolt, hanem vannak neki anyagi küzdelmei, problémái. Az is lehet, hogy valaki tőle pénzt akar, és az fontos az ő élet útján, hogy elkerülje ezeket a problémákat, vagy szembe kell nézni vele, és ezeket a problémákat megoldani. Az, hogy téged kérdez pénz miatt, abban biztos vagyok, hogy ő próbára tesz téged. Ez tény. Mert őt korábban a hölgyek kihasználták anyagilag, és azt nem szeretné, hogy a jövőben ez újra így legyen. De eltekintve ettől vannak problémái, és ezt meg kell, hogy oldja. Abban is biztos vagyok, hogy ő nem nyitott, mert ez a kártya az ő zárkozottságára mutat. Tehát ő nem beszél nyitottan arról, hogy miről van szó, mik a problémái. De ezek a gondok a múltjával állnak összefüggésben. Vagy valaki van az életében az ő múltjából, és ez valószínűleg egy hölgy problémákat okoz neki. De mindettől eltekintve ő nagyon bízik abban, hogy köztetek nagy vonzalom van, és ez mind a melegségre, a szeretetre utal, azon kívül a fiatalságra, a szerencsére, és mint ahogy ez a kártya mutatja, itt kivirágzik valami, és ez a virág szimbolizálja a testi közelséget is. Tehát az is fontos neki. Az, ami most összeköt benneteket, ami az energiát illeti, azt én el tudom mondani számokban. És ezek a következő számok. 0, 2 és 7. A 0 az jelenti az ötleteiteket, a terveiteket, de még nem a tetteket. És mi a terv? Azt mutatja a kettes szám. Te és ő, hogy ti ketten összejöjjetek. És hogy folytatódik tovább, mit mond ez az energia, ami jelen pillanatban érezhető, azt mutatja a hetes szám. A hetes szám a hold sugarával áll összeköttetésben. Az mutatja az álmokat, a reményeket, és mondhatnám azt is, hogy te vagy az a hölgy, aki az ő álmait betölti. Ez a hetes szám mutatja azt is, legyél visszahúzódó. Ne közöld vele azt, hogy mik a terveid, ez legyen a te titkod. Majd ha ő elmondja azt, hogy mit akar, akkor tudtok közösen beszélni arról, hogy ez a kettes szám megvalósuljon, és kialakul köztetek egy párkapcsolat. Most felteszem a kérdést. Ez a férfi,
ez egy csaló, és pénzt akar, igen, nem, vagy egy kicsit kihasználja a helyzetet. Az inga megadja rá a választ. Amennyiben jobbra fordul ki az inga, az annyit jelent, igen, ez egy csaló férfi, legyél óvatos. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, ő nem hazudozik, hanem próbára tett téged. Amennyiben az inga megáll, az annyit jelent, ő kedvel téged, ő szeretne veled találkozni, minden rendben van, de ő kihasznál téged, vagy megpróbál téged kihasználni. Az inga egy helyben áll, tehát megpróbál téged kihasználni, igen, de elfordul bal oldalra, és az annyit jelent, hogy ő ezen kívül téged próbára tesz. Kedves Amiria, így tudtam megválaszolni a kérdésedet, köszönöm, hogy megbíztál bennem, és minden jót, nagyon sok és ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!